Repülés képzőművészeti tárlat nyílt a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban. Szép napot köszöntöm a nézőket, önök a Körös Televízió hírműsorát, a Szarvasi Híradót látják. Eddig nem tapasztalt, és valószínűleg ezután sem bekövetkező látvány fogadja a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumba érkezőket. Az intézményből ugyanis egy vitorlázó repülőfarka nyúlik ki az utcára. Mindez a pénteken megnyílt képzőművészeti kiállításhoz kapcsolódik, amely a Repülés címet viseli. A Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum felújítása még nem fejeződött be, de már is egy kiállításnak biztosított helyszínt az intézmény. A 15 évvel ezelőtt útjára indított Szarvasi Képzőművészeti Tárlat idén egész délutánt átölelő programmá bővült. A múzeum előtti téren 14 órától a Magyar Honvédség, a Szarvasi Járási Rendőrkapitányság és a Szarvasi Tűzoltóság állománya is kivonult toborzás céljából, ahol többek között az ejtőernyő összehajtásának technikáját is el lehetett lesni, és szimulátorokba is beülhettek az érdeklődők. A Magyar Honvédség várja elsősorban a fiatalok jelentkezését katonának, több állomány kategóriába, szerződéses katonai szolgálatra, akik vállalják azt, hogy bejárnak egy mindennapos katonai szolgálat teljesítésére, de várja azokat a fiatalokat is, egészen nyugdíjas korosztályig, akik egy kicsit érdeklődnek a honvédség iránt, szeretnék kipróbálni magukat, mint katonák, kicsit katonai feladatokat ellátni, egy önkéntes tartalékos szolgálat ellátására. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak, akik jelentkeznek, ezeket be tudják hívni kiképzésekre, és helyben, járásokban tudnak ezek a kiképzések megtörténni. Nagyon fontos tudni erről, hogy azok, akik jelentkeznek erre a önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra, ezek nem eljönnek munkahelyről katonának, hanem például munkamely mellett vállalható diákoknak, iskola, egyetem mellett vállalható katonai szolgálati formáról beszélünk, és így gyakorlatilag ki tudják próbálni magukat. 18 órától a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szarvasi Városi Fúvószenekar adott közös koncertet a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban. A zenei program apropóját az adta, hogy 60 éve alakult meg a Városi Fúvószenekar, 50 éve pedig a Szolnoki Légierő Zenekar. A házigazda Mótyán Tibor Szarvasváros díszpolgára volt. Nagyon örülök neki, hogy ez a templomban van, itt a szellemiség központja tulajdonképpen, ezen a téren, a templomban, és én azt hiszem, hogy ahhoz a sok évfordulóhoz, ami fel van sorolva a plakáton is, nagyon jól kapcsolódik a város napja, a 297. évforduló, és hát itt az a évforduló dömping, ami van, ez nagyon érdekes, vannak 60 éves évfordulók, 50 évesek, 15, 20 évesek, 100 évesek, például Kozák Lajos 100 éve született. A koncertet követően a Tessedik Sámuel Múzeumban nyitották meg hivatalosan a tárlatot Szuhaj György, a program egyik ötletgazdája, és szervezője elmondta, a kiállítás 15 éve a Szarvasi Alkotók tárlataként indult, majd 4 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a város határait túllépve az egész ország területéről várják a műveket. Idén 62 alkotó 78 kiállított művel érkezett a felújított múzeumba. Most elérkezett az állapot, ahol a Szarvasi a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzatnak, a polgármester úrnak köszönhetően, meg a múzeum igazgatójának köszönhetően igénybe vehettük a 15. szarvasi tárlatra, vagy szarvasi alkotók kiállítására, a 4. szarvasi tárlatra a múzeumnak két helységét, ahol most azt lehet mondani, hogy ilyen európai körülmények vannak, fényárba úsznak a képek, lehet irányítani a fényt a képekre, légkondicionált a helység, nem fogunk megpusztulni a páratartalomba és a hőmérsékletbe, mint ami volt a halnapnál, emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt. A másik dolog, hogy került a falra egy képrögzítő rendszer, aminek köszönhetően most már nem kell a szegeket görbítenünk a falba. Csúsztatni, állítani lehet a képeknek a magasságát, tehát a Molnár Zolinak köszönhetően gyakorlatilag minden kép európai módon és szinten van fölhelyezve a falakra. A másik, hogy a múzeumnak a belső tere megújult, ugye a parketta is föl lett csiszolva, a kőburkolat is föl lett csiszolva, át lettek mázolva az ajtók, a oszlopok, a pillérek, a karzat, és szép fehérre le van festve a fal egyenletesre, és most már nem
nem fog semmi zavaró dolog úgymond a kiállításba belebeszélni. A tárlatnak egyébként Takács Miklós repülőmérnök egy korábbi javaslatára lett a repülés a témája. Hozzá kapcsolódik az is, hogy a 4. szarvasi képzőművészeti tárlaton egy igazi repülőgép is szerepet kapott. Mivel úgy hirdette meg, hogy a repülésről szóljon, a kiállított műtárgyak, festmények is mind erről szólnak. Ahhoz, hogy egy repülőgépet mégsem állíthatunk ide a térre, úgy gondoltuk, hogy az ablakba sokkal érdekesebb, többen látják. A repülőgép fal része az reklám, az mellső része a kiállító terembe kiállítási tárgy. Tehát gyakorlatilag én ennyivel járultam hozzá. A kiállítás megnyitójának zárásaként Szuhaj György, Novák Attila és Kukár István, azaz a 3T csoport formációja egy performance során szemléltették, mekkora nehézséget okoz az ember számára a repülés. A bemutatott festmények, fotók és szobrok mindegyike egyedi módon közelíti meg a repülés témakörét. A kiállítása szilvanapok végéig látogatható. Ez volt a mai Szarvasi Híradó, köszönjük figyelmüket, híreinket újra nézhetik a www.köröstv.hu honlapon, illetve megtalálnak bennünket a Facebookon is. Friss hírekkel holnap 19 órakor jövünk, addig is minden jót, viszontlátásra!